Számos éremmel tértek haza az országos kadétbajnokság egyéni döntőjéről a székelyudvarhelyi sportiskola birkózói. 8 súlykategóriában összesen 7 érmet, köztük egy aranyat is szereztek. Konstancán léptek szőnyegre a székelyudvarhelyi ISK birkózói. A Bodrogi Csaba és Katona László által felkészített birkózók közül 8-an érmesek lettek, és 3-an részt vehetnek az augusztusi szerbiai Európa-bajnokságon. Komoly szakemberek vannak, akik továbbképzéseken vesznek részt, és jó eredménnyel dolgoznak. Sok 3-4 válogatott gyermekünk van minden évben, ami tulajdonképpen az alapját képezné a felnőtt csapatnak. Hozzátette, a tervek szerint ősztől kész lesz az új birkózóterem, így új otthonra is lelhetnek a székelyudvarhelyi birkózók. Új menedzsere van a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklubnak. Siklódi Piroska a sportminisztériumban szerzett tapasztalatait most a gyergyói sportélet fellendítése érdekében szeretné kamatoztatni. Hosszú idő után sikerült menedzsert találni a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub élére. Az új menedzser a fővárosból tért haza 20 év után, a sportminisztériumban dolgozott. Eddig a sportbázisokat vette át, feltérképezte a problémákat és ismerkedett a jelenlegi helyzettel. Meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Le kell üljünk, és a legfontosabb az, hogy összetartsunk. Tehát ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el, egyformán kell mindenki beszélje. Tehát, hogyha egy a célunk, akkor meg kell egyezzünk. Hozzátette, a sikeres sportolók kinevelése mellett egyik legfontosabb célja a fiatal tehetségek itthon tartása és a gyergyói sportélet fellendítése.